a legszebb férfikor című filmről azért szeretnék beszélni, mert úgy érzem, hogy olyan témát mutat be eme alkotás, ami napjainkban is aktuális. Azt is mondhatnám, hogy sajnos. Nagyon jó lenne, hogyha ez a téma már nem lenne aktuális, magyarán, ha az emberek sokkal könnyebben jutnának lakáshoz például, lakhatáshoz, és nem kellene annyit menetelni, annyit küszködni azért, hogy olyan életet tudjunk kialakítani, amire szerintem minden ember jogosult lenne. Ezért mondtam azt, hogy szerintem ez a történet egy olyan kálváriát dolgoz fel, ami lehet, hogy mindig is időszerű, vagy időszerű volt, de jelen korunkban mindenképpen. Hiszen tudjuk azt, hogy sajnos a mai világban is nagyon nehéz megoldani, a lakhatást, sőt, én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint annó, amikor ez a film készült. Latinovics Zoltán, aki eme film főszereplője volt, itt életben is 40 éves volt, és a filmben is egy 40 éves embert, fiatal embert játszott. Tulajdonképpen ez a történet arról szól, hogy ő hogyan próbál lakáshoz jutni, milyen nehézségeken kell keresztül mennie. Szerintem ezt a filmet is érdemes lenne levetíteni a mai fiatalok számára, de nem csak a fiataloknak ajánlanám, hogy nézzék meg ezt a filmet, hanem mindenkinek. Mert lehet, hogy nagyon sokan önmagukra ismernének, vagy legalábbis azokra a helyzetekre, amelyek ma felelhetőek. Milyen furcsa az, hogy eltelt azóta 50 év, és még mindig nem változtak meg a helyzetek, eljutottunk 2022-re, és olyan, mondtam, nem, hogy könnyebb lenne ez a fajta menet, hanem sokkal nehezebb. Tudjuk azt, hogy nagyon sokan élnek albérletben, és mára szinte megfizethetetlenné vált egy-egy albérlet fenntartása. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek jó része csak a lakhatásra, az élelemre, és akár talán még egy-két kiegészítőre tudnak költeni, és igazából semmi másra nem. Persze, ezt meg lehet cáfolni, de lehet, hogy nem érdemes vitatkozni, mert aki tisztán lát és látja a realitást, ő pontosan tudja azt, hogy miről van szó. Na most tudjuk azt is, hogy mára például a gyári munkák mennyire elterjedtek, és egy ilyen kijelentés után sokan azt mondhatják, hogy ó, semmi probléma, el kell menni egy gyárba dolgozni, és ott lehet keresni 200-300 ezer forintot havonta, és abból ki lehet fizetni az albérletet, hogyha két ember dolgozik, akkor fél millió forintot nagyon könnyen összeszednek, vagy összeszedhetnek. Szerintem ez nem igaz, illetve nem teljesen igaz. Én nagyon nem szerettem azokat, akik ennyire egysikúan gondolkodnak, és azt gondolják, hogy minden embernek Gyárban, gyárakban kellene dolgozniuk. Hiszen vannak itt olyan emberek is, akik más misszióra hivatottak, és én azt gondolom, hogy minden egyes területen meg kellene becsülni a szakembereket, azokat az embereket, akik tisztességesen, becsületesen dolgoznak és elvégzik a munkájukat, hiszen tudjuk azt, hogy rengetegféle terület van. És ahogyan mondtam, én nem gondolom azt, hogy minden embernek gyárban, gyárakban kellene tevékenykedniük. Beszélni kell itt azokról is, akik diplomás szakemberek, és akik lehet, hogy különböző munkahelyeken kevesebbet keresnek, mint azok, akik gyárakban dolgoznak. De ahogyan mondtam, én nem akarok itt összehasonlítgatni, illetve nem erre szeretném kihelyezni a hangsúlyt, de mindenképpen beszélni fogok a napi aktualitásokról is, mert bennem ez a film ezt váltotta ki. Igazából nem egyfajta filmelemzést szeretnék tartani, hanem lehet, hogy mondhatnám azt, hogy valamilyen szempontból lehet, hogy ez egy ilyen szociológiai kis előadás lesz. Én tanultam a főiskolán szociológiát, eme témakörből, tantárgyból, területből is diplomáztam, illetve szigorlatoztam, sok oldalról mondjuk úgy, hogy körüljártam eme témát, területet, de szerintem ezt a fajta jelenséget vizsgálni kell például pszichológiai megközelítéssel is akár. Úgyhogy valószínű, hogy a mai adás szintén nagyon sokszínű és komplex lesz. Én szeretek nagyon sokféle dolgot így egybevegyíteni, és így kialakítani egy-egy felvételt, előadást. A legszebb férfikor című magyar film az egyik kedvencem, amelyet Simó Sándor rendezett Erdős Zoltán novellájából. És ahogyan mondtam, ez egy 1971-es alkotás. Főszereplője Latinovics Zoltán, aki az én első számú Kedvencem, szerelmem, gyerekkorom óta, fiatalkorom óta, én a 90-es évek óta kutatom az ő életét, már akkor megszólított az ő szellemisége, lelkisége, és később készítettem róla egy 10 órás önálló előadást, felvételt, amit meg lehet hallgatni. Nagyon Sokat foglalkoztam azzal, hogy milyen volt az ő lelke, szellemisége. Nagyon sok oldalról jártam körül az ő személyiségét, készítettem róla egy hosszú névelemzést. Az első előadásom, a Diktáló Lélek négy órás lett, de az eredeti felvétel öt órás. Ezt egy hétig készítettem, és csak róla beszéltem az ő aurája nagyon erősen hozzám csatlakozik. Szerintem ő valamilyen szempontból kiválasztott engem, főként arra, hogy beszéljek róla. A Diktáló Lélek című négy órás felvétel kapcsán azt mondom el, hogy ő milyen volt lelkileg. És nem azt, hogy én mit olvasgattam el róla, hiszen tudjuk azt, hogy hát szerintem azért nem mindig az igazságot tárták fel a személyével kapcsolatban, nagyon sok ellensége volt sajnos, amit igazából nem értek, hogy miért, illetve értem. Erről is beszéltem a felvételek kapcsán. Tehát több szempontból is nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet. Egyrészt azért, és főleg azért, mert Latinovics Zoltán volt a főszereplője, aki szerintem egy elképesztően gyönyörű és tehetséges férfi volt. Ahogy mondtam, nálam ő az első számú, mindenféle szempontból. Szerintem itt egy nagyon érzékeny, lelkivilágú férfi talakított, és én azt gondolom, hogy ő az életben is ilyen volt. Tehát szerintem ez a szerep nagyon illet hozzá. Amikor néztem ezt a filmet, úgy éreztem, mintha ez nem is egy játékfilm lenne, hanem mondjuk egy dokumentumfilm. Semmilyen alűr nem volt benne, semmilyen megerőltetés, teljesen természetesen játszotta el eme főszerepet, és ahogyan mondtam, szerintem ez a szerep Alker Tamás újságíró szerepe, aki tulajdonképpen egy nagyon erős kálváriát jár meg, nagyon illet hozzá. Azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból a lelkiségéből fakad, és egyébként, hát valamilyen szempontból én rájöttem arra, hogy ez miért lehet. Nagyon érdekes az, hogy a, amit mondtam, hogy ő az életben is ekkor 40 éves volt, hiszen 31-ben született, szeptember 9-én, és ez egy 71-es film. Na most a, a, filmben is egy 40 éves férfi talakított, aki újságíró, és nem mellesleg hobbiból irogatott például verseket is, de tudjuk azt, hogy ő igazából is írt, jelentek is meg könyvei, amelyeket szintén olvastam, és az egyik előadás kapcsán idéztem is az ő gondolataiból. Latinovics Zoltának szerintem fantasztikus gondolatai voltak, nagyon hasonlóak, mint amilyen gondolatisággal élek én. Nagyon-nagyon sok egyezőséget, hasonlóságot találtam kettőnk között, erről is beszélek a tízórás előadásom kapcsán, én úgy érzem, hogy a lelkünk valamilyen szempontból így összeér, összeadódik, és a mai napig is jelen van, itt van. Egyébként most is nagyon lehet érezni az ő jelenlétét, főként akkor, amikor beszélek róla. Picit olyan, mintha megelevenedne, aminek én nagyon örülök, és azért szeretek róla beszélni, mert ilyenkor még közelebb érzem saját magamat hozzá. Sajnos fizikálisan ezt már nem lehet megtenni, de én úgy érzem, hogy lelkiségben még közelebb lehet kerülni, és lehet, hogy így sokkal többet tudok elmondani róla, mint úgy, ha mondjuk itt ülne mellettem, bár biztos, hogy fantasztikus érzés lehetne. És persze az is nagyon jó kérdés, hogy mondjuk ő mit szólna az én tízórás órás felvételemhez, ami kizárólag róla szól. Tehát én tíz órán keresztül csak Latinovics Zoltáról beszélek, Természetesen az alkotásairól is, de főként a lelki világáról, És arról, hogy ő a mai napig is diktál és jelen van, főként általam, mert, ahogyan mondtam, nagyon sok egyezőség van, és nagyon sokféle kinyilatkoztatást, energiát kapok tőle. Tehát mondhatnám azt is, hogy valamilyen szempontból főként ezért ez az egyik kedvenc filmem, a legszebb férfikor. Mert ő játszotta benne a főszerepet, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Abszolút -e hozzáillik szerintem ez a szerep megformálás. Ugyanakkor a témát is nagyon közelinek érzem, mert én is hasonló káváriákon mentem végig. Majd erről is beszélek, de majd később. most, ahogyan mondtam, több szempontból is sok hasonlóságot véltem felfedezni a saját élete és a szerep között egyrészt itt ő is ugye 40 éves volt, másrészt ő is íróként is működött, és tudom azt, hogy gyerekkorában vagy fiatalkorában például verseket is írogatott, nagyon sok gondolatot, és több könyve is jelent meg. Szerintem érdemes elolvasni azt, hogy ő milyen gondolatisággal, működött és élt, és nagyon sajnálom azt, hogy mondjuk több könyve nem születhetett, mert szerintem később még komolyabb témákat dolgozhatott volna föl. Aztán találtam még egyfajta nagyon erős hasonlóságot, ami miatt szerintem nagyon hitelesen el tudta játszani ezt a szerepet, az pedig nem más, mint hogy ő is nagyon sok albérletben élt. Erről ő többször írt, beszélt. Ha jól tudom, akkor körülbelül olyan 30-32 albérletben élt, mint hogyha ez rém lenne, hogy ezt említette volna meg, de az a lényeg, hogy nagyon sok helyen élt. Azt tudjuk, hogy több városban is dolgozott az országban, nagyon-nagyon sok helyen. Azt is mondhatnám, hogy egyfajta vándor életet élt. De egyébként nagyon érdekes az, hogy a névelemzése kapcsán is az derült ki, hogy ő egy nagyon szabad. Lelkiségű ember volt, bár mondjuk ezt amúgy is lehetett tudni és érezni, de a névelemzése során is ez nagyon jól megmutatkozik: hogy ő egy nagyon szabad gondolkodású ember, akit nem lehet lekötni, valaki, aki nagyon sokat utazik, költözködik, és akinek az életében rengeteg átmeneti megoldás van. Igen, nagyon-nagyon sok. Egyébként nálam is, Ugyanez megmutatkozik, én is nagyon sokat költöztem az elmúlt húsz év során. Az elmúlt 20 év alatt körülbelül olyan 10 helyen laktam, vagy 8 helyen, nem tudom pontosan, most össze kellene számolni, nagyon sokat költöztem. Sokszor. Direkt, mert azt éreztem, hogy tovább kell menni. Nagyon-nagyon élveztem ezeket a kalandokat, és egyébként élveztem azt is, hogy mindig más városban élhettem. Mindig felfedezhettem újabb és újabb helyeket, tereket és dolgokat, vagy akár embereket. Mára 40-en túl, mivel már én is elmúltam bőven 40 éves, tehát körülbelül én is azt a fajta korosztályt képviselem, amit. Alker Tamás, vagyis Latinovics Zoltán eme filmben. Tehát most már azért egy picit nehezebben megy a változás, a változtatás, de mondjuk 20 évesen még nagyon könnyen meg tudtam tenni ezeket a dolgokat. Latinovics Zoltán arról számolt be, hogy ő nagyon árvának és olyan elveszettnek érezte magát sokszor, és ha jól emlékszem, akkor úgy fogalmazott, hogy a szomorú albérleteim. Igen. Biztos, hogy mellőle nagyon hiányzott egy társ, akit aztán ő megtalált, ugye, Rutkai Éva személyében, de amíg ő nem volt, addig vándorló életet élt. De, ahogy mondtam, ez tipikusan megfogalmazódik az ő lelki világában, és ezáltal a névelemzésében is, ugyanúgy, ahogyan az enyémben. Ahogyan mondtam, nagyon sokféle hasonlóságot véltem felfedezni. Én is ilyen vándorló típus voltam, vagyok, talán hát most már azért annyira nem. Szerintem számára is fontosak voltak az új színek, az impulzusok, igen. Tehát ő egy nagyon független ember volt, de ugyanakkor szerintem vágyott arra, hogy legyen valamiféle biztonság benne és körülötte. Igazából mondhatnám azt, hogy ez a film is valamilyen szempontból erről szól hiszen ő egy elvált férfi talakít, aki egy üzemi újságíró. Egyébként én is újságíró vagyok, 14 éves korom óta. 14 évesen írtam meg az első újságcikkemet, és akkor készítettem el az első interjúmat, aztán elvégeztem egy újságírói iskolát, televíziós, mesterkurzust, főiskolát, stb. stb. Tehát, ahogy mondtam, nagyon sokféle egyezőség hasonlóság van köztünk. Mondhatnám azt is, hogy Alker, Tamás és köztem. De ugyanakkor persze beszélni kell nyilván Latinovics Zoltánról is, aki őt alakította. Tehát igen, ő egy elvált férfi talakította, aki úgymond magányos volt, vagy lehetett, hát lelkileg mindenképpen, és akinek volt egy szerelme, akit Tímár Éva alakított, és aki eme filmben Eszterként szerepelt. Tehát Alker Tamásnak Eszter volt a szerelme, viszont ő házas volt, de szeretett volna vele élni, és azt, hogy ő is elváljon és összeköltözzenek. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a fajta vándorló élet, vagy ez a fajta ziláltság, vagy talán azt is mondhatnám, hogy frusztráció itt is megjelent. Ugyanakkor vágyott egy biztos pontra, a biztonságra, például Eszter mellett, és egy olyan lakásra, ami az övé. Na most látjuk azt is, hogy ő egy bérházban élt egy idős nénivel, volt egy szobája, egy nagyon egyszerű, szerény lakosztály, mondjuk így, ahol ő tengette az életét. Nyilván, hogy vállás után ezt tudta megalapozni, és az is kiderült, hogy ő nem keresett olyan túl jól. Erre is ki kell térni, hogy szerintem nem véletlenül választottak egy újságírót, vagy egy újságírói foglalkozást, de történet szerepévé vagy központjául, mert tudjuk azt, hogy hát azért az újságírókat nem veti föl a pénz. Magyarán az újságírók nem keresnek olyan túl jól, hát ritkább esetben, majd erről beszélek, hogy ez hogy is van, mivel én 94 óta, vagyis majdnem 30 éve, a médiában dolgozom, nagyon sok helyen dolgoztam, a fővárosban is, sok helyen, vidéken, több városban, tehát el tudom azt mondani, hogy milyen az újságírók sorsa. Hát nem túl kellemes, vagy mondjuk úgy, hogy nem túl fényes. Úgyhogy szerintem nem véletlen az, hogy ő egy újságírót alakított, mert őket valóban nem veti föl a pénz, és nem arról szól a fáma, hogy mondjuk ők olyan könnyen lakáshoz tudnának jutni. Tehát itt van egy férfi, aki már 40 éves, elvált, aki mondjuk azt, hogy egyedülálló, de egy házas nőbe, férjes asszonyba szerelmes, újságíró, és nem igazán van pénze, egy bérházban él, tehát magyar elmondhatjuk azt is, hogy nem megy neki olyan túl jól, de szeretne megalapozni, egy új életet. Na most tudjuk azt, hogy 40 évesen, vagy 40 év fölött, ez nem olyan könnyű szerintem. Tapasztalatból beszélek, mivel én is elmúltam 40 éves, és én is újságíró vagyok, újságíróként dolgoztam, bár azt gondolom, hogy amit most csinálok, végül is az is az. <laughs> Igen. Hát mondhatnám azt is, hogy Alker Tamás nagyon illet volna hozzám, <laughs> mert hasonló képet jelenítettem meg, vagy jelenítek meg. Abszolút el tudom érezni az ő életét, sorsát, érzéseit. Biztos vagyok benne, hogy ezért is fogott meg eme film. Egyébként, hogyha most visszatekintek az elmúlt időszak film elemzéseire, akkor azt látom, és azt vettem észre, hogy én mindig olyan filmeket választottam, amelyek nagyon hasonlatosak az én élettörténetemhez. Nagyon sokféle analógiára leltem. Tehát én olyan történeteket választottam, vagy olyan történetekbe voltam, vagy vagyok szerelmes, amelyek valamilyen szempontból rólam is szólnak. De ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sok más emberről, hiszen, ahogy mondtam, ma egy önálló lakáshoz jutni nagyon nehéz. Míg mondjuk én azt gondolom, hogy a 80-as években sokkal könnyebb volt, hiszen akkor voltak tanácsi lakások, és nem kellett azért ilyen nagyon sokat fizetni, mint napjainkban. Hát néhány héttel ezelőtt néztem azt, hogy most már mennyibe kerülnek a lakások, például vidéken is, egészen megdöbbentő, és én azt gondolom, hogy még ennél sokkal drágábbak lesznek. Most már egy garázs kerül annyiba, mint mondjuk, hát nem is tudom hány évvel ezelőtt egy lakás, ezt most ki kellene számolni, vagy vissza kellene gondolni. De mondjuk én arra emlékszem, hogy 2005-ben, talán, vagy 2004-ben, igen, volt egy nagyon szép lakás, ami egy nagyon impozáns kis helyen volt, mondjuk így, egy nagyon szép városban. És uh, igen 2004-ben volt, hogy 2005-ben, vagy, 2005 vagy 2006-ban 2006-ban, tehát nyugodtan elmehetünk idáig, és arra emlékszem, hogy akkor az a lakás, ami egy két szobás gyönyörű, fel, gyönyörűen felújított lakás volt, annyiba került, majdnem, mint most egy garázs, például. Jó most mondhatjuk azt, hogy azóta eltelt 15 év, vagy 10... Hat. De hát akkor is, tehát azért szerintem borzasztó, és én azt gondolom, hogy most ugyanaz a lakás szerintem hát az ötszöröse lehet, mint annó. Én azt mondom, hogy igen, tehát eljutottunk odáig, hogy mondjuk tíz év alatt nem a duplájára nőtt minden hazárakat figyeljük, hanem az is lehet, hogy a triplájára, vagy a négyszeresére, vagy az ötszörösére, attól függ, hogy milyen területet vizsgálunk. De, hogyha mondjuk az élelmiszer árakat nézzük, akkor szerintem nyugodtan beszélhetünk arról. Egyébként én ezt soha nem értettem, hogy az idő előre haladta, vagy az idő múlása az miért okoz például áremelkedést. Én azt gondolom, hogy ez inkább az emberi egóval függ össze, és azzal, hogy az itteni lények többsége mindent ki akar sajátítani. Na most tudjuk azt, hogy Alkár Tamásnak sem volt önálló lakása, de szeretett volna, mivel szeretett volna egy biztonságos alapot megteremteni, főleg ugye Eszter számára, mert gondolom, hogy abban bízott, hogy ő akkor el fog válni. Ott hagyja a férjét, és vele összeköltözik. Nyilván eme albérleti szobába pláne egy olyan helyre, ahol egy idős nénivel kellett ugye mindig bajlódni, hát ez gondolom, hogy nem volt a nő számára kecsegtető. Tehát igen, nagyon szépen bemutatták azt, hogy milyen nehéz helyzetek vannak, és azt gondolom, hogy napjainkban is nagyon sokan élhetnek ilyen nehezebb körülmények között, akár társbérletben. Igen. Van egy olyan város, ahol én sokszor megfordulok, és tudom azt, hogy ott is milyen sok vendégmunkás van, és van, van úgy, hogy mondjuk ketten-hárman bérelnek egy lakást, és így élnek egy-egy szobában például, vagy vannak olyanok, igen, akik csak egy-egy szobát tudnak kibérelni. Szerintem ez nagyon szégyen teljes, hogy itt tartunk, hogy 2022-ben arról kell beszélni még mindig, hogy felnőtt embereknek, akár 40-50 éves embereknek nincs saját lakásuk, hogy állandóan költözni kell, hogy albérleteket kell fenntartani, nem is kevés pénzből, hogy még mindig nem tudták azt megoldani egységesen, szociálisan, hogy minden embernek legyen egy normális lakása, és itt most nem luxus lakásokra gondolok, meg apartmanokra, és arra, hogy az emberek világban szeretnének élni, hanem egy-két-három szobás lakásokra gondolok, tisztességes megélhetéssel. Hiszen, ahogy én mondtam, én azt látom, az a tapasztalatom, hogy az emberek tisztességesen dolgoznak, nem 8 órát, 10 órát, 12, 14 órát, vagy akár többet. Na most nem gondolom azt, hogy ennyi munka után és által az emberek nem érdemelnék meg azt, hogy tisztességes körülmények között éljenek, hogy legalább lakás legyen, ennivaló legyen, hogy a rezsit ki tudják fizetni, hogy gyógyszereket tudjanak venni, és esetleg még el tudjanak menni évente egyszer nyaralni, esetleg színházba, moziba, akár néha beülni egy étterembe. Ott tartunk, hogy ezeket az ügyeket lassan már nem lehet megtenni, sőt, lehet, hogy most nagyon nagy badárságot mondtam, mert nem lassan, ezt már nem lehet megtenni évek óta. Tudjuk nagyon jól hogy milyen állapotok között élünk, és amit mondtam, nem gondolom azt, hogy ez az emberek hibája lenne, mert nagyon-nagyon sok olyan embert ismerek, akik igen, ledolgoznak 12 órákat, például gyárakban, ráadásul nagyon sokan éjjel, éjszaka is dolgoznak, tehát mondhatjuk azt, hogy a lelküket is kihagyják, és ez arra elég, hogy mondjuk egy albérleti szobát béreljenek, vagy egy lakást, és esetleg megvegyék az ennivalót, meg még egy-két dolgot, és pont. Ja igen, és akkor beszéljünk ugye a rezsi árakról, hogy, hogy az mennyi. Tehát nyilván, hogy akik mondjuk milliókat keresnek havonta, azoknak ez nem számít, de hát az átlagember nem milliókat keres havonta, hanem mondjuk 100-200 ezer forintot, a költség már ennél sokkal több. Ha mindent összeadunk, sokkal több, tehát mondhatjuk azt, hogy az emberek kiadása az már sokkal több, mint amennyit megkereshetnek. Úgyhogy nem biztos, hogy arra annyira büszkének kellene lenni, hogy a minimálbér 200 ezer forint, mert ha 400 ezer lenne, azt mondom, hogy az lenne az alap. Úgyhogy ezért mondtam, hogy én ezt a fajta történetet most így fogom kibontogatni, és el fogom mondani a gondolataimat, a véleményemet, mert engem ez már egyáltalán nem érdekel. Már nem érdekel az, hogy, hogy ki mit szól, vagy hogy esetleg feltárok olyan ügyeket, vagy kimondok olyan dolgokat, amelyeket lehet, hogy mások nem mernek. Bár én azért azt látom, hogy nagyon sokan, igen, elmerik mondani a véleményüket. Én a humánum mellett vagyok, és amellett vagyok, hogy az embereket igenis segíteni kellene, főleg a lakhatás terén. Na most Alker Tamás szeretne önálló lakáshoz jutni, és meg is kérdezi azt, hogy 40 évesen nincs joga ahhoz, hogy önálló lakása legyen, illetve hogy nem jogos az, hogy neki 40 évesen legyen egy lakása. Szerintem ez a legfontosabb mondat, vagy kérdés, ami elhangzik a -e -e történetben, és én azt gondolom, hogy erre kellene felépíteni a mai előadást, felvételt. Sőt, én azt gondolom, hogy ezt az egész történetet erre a kérdésre kell felépíteni, hogy nem jogos az, hogy egy 40 éves újságírónak vagy egy embernek legyen egy önálló lakása. Az én válaszom az, hogy de, persze, teljesen evidens, én is azt gondolom, hogy 40 évesen már jó lenne, hogyha ezt az ember ki tudná, vagy tudta volna alakítani, de hogyan mondtam, hogyha nézzünk a világban is megnézzük azt, hogy milyen helyzetek uralkodnak, pláne Magyarországon, akkor tudjuk azt, hogy hát ez nagyon nem így van. Persze mondhatjuk azt, hogy ezek szerint ez az ő korukban, korszakukban sem így működött, és akkor is nagyon nehéz volt, vagy lehetett lakásokhoz jutni. De ahogy mondtam, hogyha például a 80-as évekről beszélünk, akkor szerintem azért mégiscsak könnyebb volt. Mert voltak tanácsi lakások. Tehát ezt ne felejtsük el kijelenteni, vagy elmondani. Tehát segítették az embereket. Hogy lakáshoz jussanak, ma nem segítik az embereket. Szerintem. És itt most nem arról kell beszélni, hogy hiteleket ö, osztogatnak meg, ajángatnak föl, mert ne, ne hitelekből akarjunk megalapozni egy életet. Én nem vagyok híve a különböző hiteleknek, és soha úgymond nem vettem föl semmilyen hitelt, hála a jó égnek, és annak idején sem éltem a deviza hitelekkel, áldom az eszemet, pedig akkor sokkal fiatalabb voltam, de már akkor tudtam, hogy nem szabad fölvenni. Nem szabad fölvenni, mert ezek az emberek el húztak. Tehát igen, nagyon jó hallgatni a megérzéseinkre. Szerintem ezek az emberek nem igazán hallgattak a megérzésükre, illetve azt mondom, hogy nem gondolták volna azt, hogy őket be fogják csapni, és hogy ilyen helyzetek lesznek. Úgyhogy igen, azt is mondhatnám, hogy éppen ezért az ember vagy az emberek arra kényszerülnek, hogy vándorló életet éljenek. Mert a mai fiatalok szerintem úgy élnek, de nem csak a fiatalok akár beszélhetünk a középkorosztályról is, hogy lakásról lakásra vándorolnak, albérletről albérletre. Mert nagyon nehéz fenntartani bizonyos lakásokat. Én is tartottam már fönt lakásokat tök egyedül, tehát tudom, hogy miről beszélek. Nagyon sokat költöztem, több városban éltem, nagyon sok ilyen procedúrát bonyolítottam le, procedúrát, szebben kimondva, tehát igen, nagyon-nagyon sok ilyen helyzeten mentem keresztül, és mondjuk például egyedülálló, mondjuk nőként, vagy teljesen mindegy, hogy most kiről beszélünk, nőről vagy férfiról, szerintem ez egy nagyon nem egyszerű történet is igazából. Itt is arról kell beszélni, hogy hogy Zoltán vagyis Alkár Tamás egyedülálló volt, és így próbált meg önálló lakáshoz jutni. Bár én azt gondolom, hogy ha mondjuk nem lett volna a szerelme az Eszter, vagy az Eszterke, akkor ne, lehet, hogy nem is gondolkodott volna azon, hogy ő egy biztonságos alapot szeretne létrehozni. Bár jó kérdés az, hogy megérte-e ennyit futni, és ennyit küzdködni, küzdeni azért a lakásért, amit aztán végül is meg tudott venni, szerezni, illetve kibérelni két évre, egy olyan nő miatt, aki igazából szerintem semmit nem akart. Tehát engem mondjuk az a nő, akit Timár Éva alakított végtelenül idegesített. Nem, nem a színművésznő, hanem az a karakter, akit ő alakított, végtelenül idegesített, mert én nem szerettem az ilyen embereket. Sem férfiben, sem nőben, akik ilyen hezitálósak, ilyen nyavajgósak, akik igazából nem akarnak semmit, akiknek semmi nem jó, borzalmas, tehát én mondjuk, ha férfi lennék, ezért a nőért semmit nem tettem volna meg, egy gyufaszállat nem mozdítottam volna meg, érte? Nem, hogy mondjuk összeszedjek annyi pénzt, hogy mondjuk két évre kibéreljek egy lakást. Tehát én azt mondom, hogy az ilyen típusú embereket, akik ilyen hezitálósak, nyavajgósak, meg ilyen kihajén nemet játszanak, azokat ott kell hagyni, nem kell velük foglalkozni. Tehát, hogyha két ember igazán szereti egymást, akkor nem számít, hogy milyen körülmények vannak, akkor mondjuk ő az albérleti szobában is el lett volna Alker Tamással, hogyha annyira szerelmes lett volna, de hát itt erről szó sem volt. Tehát ezért szerintem nagyon jó kérdés az, hogy vajon eme film kapcsán megérte-e Alker Tamásnak ennyit futnia, és küszködnie azért, hogy megalapozza, ezt az önálló lakást, mert hát a végén igazából az is derült ki, hogy ez a nő nem fog vele elköltözni, nem fogja otthagyni a férjét, nem fogja otthagyni úgymond a biztonságos alapot egy ilyen helyzetre, szituációra. Egyébként én azt olvastam valahol régebben, és remélem, hogy jól mondom, hogy a film vége az nem így, vagy a történet vége nem így alakult volna, és Latinovics Zoltán rögtönzött, improvizált a végén, vagyis fejen állt. Tehát, hogy ez nem volt benne, a forgatókönyvben, hanem ezt ő találta ki, és végül is azt mondták, hogy oké, okay, legyen így. Illetve gondolom, hogy Simon Sándor mondta ezt, hogy akkor rendben van, hogy ez lesz a film vége, mert hogy ez egy nagyon-nagyon jó kis vége, tehát hogy a végén fejen állt. Mondjuk azt, hogy ő megadta magát, és azt mondta, hogy na jó, van, akkor itt kész, pont, ennyi volt, igazából teljesen felesleges volt ezt a hosszú utat, vagy kálváriát megtenni. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy eme Filmnek azt a címet adnám, hogy Kálvária. De a mai felvételnek szerintem ez lesz a címe, hogy Kálvária, mert tulajdonképpen itt egyfajta Kálváriát járt be vagy meg Latinovics Zoltán, vagyis Alkert Tamás. Jó kérdés, hogy volt-e értelme? Hát szerintem nem nagyon volt értelme, mert nem gondolom azt, hogy mondjuk a két és fél szobás, jól mondom, két és fél szobás, igen, két és fél szobás lakásról van szó, hogy ő a két és fél szobát egyedül kitöltené, vagy kitöltötte volna. Nyilván ő arra alapozott, hogy a nő, a szerelme elválik, megy vele, és ha jól emlékszem, akkor volt egy gyerek is. Tehát, hogy akkor egy, valószínű, hogy egy gyereknek is. Vagy a gyereknek is lett volna esetleg egy külön szobája, tehát, hogy akkor vele kezdte volna el, az életet, az új életet, ez a hölgy, de szerintem ebből nem volt semmi, persze ez nincs nyíltan kimondva, ebben a film kapcsán, de hát amilyen nyöszörgős volt ez a hölgy, ami, hát, én nem gondolom azt, hogy végül úgy döntött, hogy, hogy vállalta volna ezt a fajta alternatívát, vagy variációt, egyébként ez nagyon-nagyon sok filmben megfogalmazódik, nagyon sok film kapcsán, hogy amikor a nőknek választaniuk kell, hogy maradnak a biztos pontban, vagy választanak valakit, akibe lehet, hogy szerelmesek, de ott rosszabb anyagi körülmények vannak, általában nem ezt szokták választani. Tehát nem lépnek ki. De most mondok valamit: a férfiak sem nagyon szoktak kilépni rosszabb anyagi körülmények közé, vagy egy olyan helyzetbe, szituációba, amelyben nincsen mondjuk anyagi biztonság, vagy nincs háttér, mert szerintem az ember ennyire ego, vagy egoista, tehát beszélhetünk erről is, amit ugye már megemlítettem, mert én azt gondolom, hogy az, hogy még mindig ilyen állapotokban élünk, és hogy az emberek tulajdonképpen egymást nyúlják le anyagilag, és hogy már mindenért ennyi pénzt kérnek, ez valamilyen szempontból szerintem az egoizmusról is szól, az is lehet, hogy minden szempontból. Igazából ez a film ugye azt a fajta káváriát mutatja be, ami arról szól, hogy Alker Tamás hogyan tudja megszerezni azt a 20 ezer forintot, amire szüksége lenne ahhoz, hogy kibérelje a belvárosi csodálatos lakást két évre, ami 28.800 forint, de neki még 20 20.000 forintra van szüksége. Most milyen érdekes az, ugye, hogy itt arról beszélünk, hogy 20.000 forintot kellett neki elő teremtenie egyetlen nap alatt. Most, hogyha azt mondjuk, hogy a mai világot vizsgáljuk, akkor hát lehet, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy 20 ezer forint az nem olyan sok, és 20 ezer forintot simán elő lehet teremteni mondjuk egy nap alatt, akár úgy, hogy az ember kölcsön kér, bár jó kérdés, hogy ezt mindenki meg tudná tenni, szerintem nem, és én azt mondom, hogy a mai világban is nagyon sok a 20 ezer forint. Mert itt arról beszélünk, hogy valami, ami 20 ezer egység. 20 ezer dologról, egységről, valamiről van szó. Persze most nagyon sokan azt mondják, hogy a 20 ezer forint manapság már szinte semmit nem ér. Hát olyan nagyon alapszinten be lehet vásárolni 20 ezer forintból. És nagyjából ennyi. Ugye ideig jutottunk, na most itt arról van szó, hogy ennyi pénzből, vagyis 28.800 forintból két évre a belvárosban lehetett bérelni egy két és fél szobás, csodálatosan berendezett lakást. De hát tudjuk azt, hogy ha 70-es évekről beszélünk, vagy a 60-as évek végéről, akkor az már nem ma volt, de hogy ekkora különbségek vannak eltelt azóta 50 év, de tudjuk azt, hogy 20 000 forint akkor nagyon nagy pénznek számított, bár én azt mondom, hogy ma is szemlélet kérdése. Hiszen 20 000 forinttal életet lehet menteni napjainkban is, és tudom, hogy nagyon sok embernek nem marad még 20 000 forintja sem, mire mindent kifizet, mondjuk a hónap végéig. Nekem is voltak ilyen ügyek az életemben, ezekről is fogok beszélni, azért, hogy megpróbáljak valamiféle hitet adni. Nagyon sokszor volt az, hogy egyedül kellett fenntartanom különböző lakásokat, albérleteket, és ha dolgoztam is, például újságíróként, akkor sem tudtam annál többet megteremteni, mint amennyiben mondjuk a lakásom került amit ki kellett nyilván fizetni, és volt úgy, hogy ott maradtam mondjuk tízezer forinttal egy hónapra, de akkor még nem vettem semmit. És itt arról kell beszélni, hogy én azt gondolom, hogy azért az, hogy valaki újságíró, és mondjuk egyetemen végzett, én is végeztem főiskolát, szerintem azért az nem egy olyan snasz pálya. <laughs> Ezért mondtam azt, hogy nagyon érdekes az, hogy illetve nem érdekes, nagyon szomorú az, hogy az újságírókat például mennyire nem becsülik meg. Én azt gondolom, hogy azért régen, vagy régebben az újságíróknak nagyobb presztízsük volt, mint ma. Ma főként azok az újságírók járnak jól, akik vagy valamilyen politikai oldal felé, hát vagy mondjuk azt, hogy egyetlen oldal felé húznak vagy dörgölöznek, igen, ők jól járnak. <laughs> Egy oldal felé. Tudjuk, hogy melyik oldal felé kell dörgölözni vagy azok, akik mondjuk a celebekkel foglalkoznak, mert róluk még nagyon sok bört le lehet húzni, és hát ha én mondjuk a celebekről, vagy a celebekkel készítenék most filmeket, interjúkat, tuti, hogy sokkal több pénzem lenne, mint amennyi van, de én ugye egyik sorba sem álltam be. Én se, sem a politikai dolgokkal nem foglalkozom, sem a, a celebekkel, a bulvárral, magyarán. Tehát igen, a mai újságírók közül nagyon sokan akkor járnak jól, hogyha vagy a Bulvárt, vagy a politikai egyetlen egy oldalt képviselik, mert hát, hát igen, tudjuk, hogy miről van szó. Na most én egyiket sem vállaltam, én 13 éve önállóan tartok fent egy magazint, és azóta működtetem. Nem mellesleg, amit mondtam, hogy önállóan tartottam fent lakásokat, egyedül fizettem, sok-sok évig, úgy, hogy mellette dolgoztam, és volt olyan is, hogy hat helyen dolgoztam, de még így is nagyon nehezen tudtam fenntartani saját magamat, és én is nagyon sokszor jártam be hasonló kálváriát, amelyet Latinovics Zoltán, vagyis Alker Én azt gondolom, hogy ő a saját életében is hasonló utat vagy utakat járhatott be, hiszen lehetett arról olvasni, beszélt róla, hogy sokkal bérletben élt, és ő sem volt mindig olyan túl jó anyagi körülmények között. Erről is írt ő. Lehet, hogy nem mindig kapta meg időben a gázit, vagy nem mindig annyit kapott, amennyit szeretett volna, és gondolom, hogy ezért is volt valamilyen szempontból számára egy csodálatos ajándék, helyzet és érzés, amikor Rutka Évával megtalálták a közös otthonukat, mert meg tudták teremteni a biztos alapot, egy olyan helyet, egy olyan otthont, amire mindannyian, vagy mindketten vágytak. Na most eme történet is valamilyen szempontból szerintem ezt a fajta utat dolgozza föl. És persze a végére sikerül neki megszereznie ezt az összeget, de ahogy mondtam, jó kérdés, hogy érdemes volt-e ennyit küszködni. Bemutatják azt, hogy mennyiféle lehetőség van arra, hogy az ember pénzhez jusson. Nagyon sokféle lehetőség van rá. Nem csak olyan lehetőségek vannak, hogy az ember mondjuk elmegy gürizni egy helyre, más uh, szituációk is léteznek, és uh, ez a film, a legszebb férfikor ezt mutatja meg, hogy milyen más helyzetek adódhatnak, hogy mit kell eladni esetleg azért, vagy kitől kell kölcsön kérni, milyen átmeneti megoldások létezhetnek arra nézve, hogy az ember, nagyon rövid idő alatt egy nagyobb összeghez tudjon jutni. Nekünk is voltak ilyen neccesebb, úgymond neccesebb, bocsánat, hogy most ezt a szót használom, nehezebb ügyek az életünkben, vagy mondjuk azt, hogy igen, olyan helyzetek, szituációk, amikor már nagyon rezgett a léc, és olyan érdekes, mert mindig jött valami megoldás, mindig jött valami segítség. Volt olyan, hogy már az utolsó nap volt, amikor kik lehet volna fizetni egy nagyobb összeget, és nagyon őszinte nem igazán volt már pénz. Kik lehet volna fizetni azért, hogy tovább tudjunk egy lakásban maradni például, de most lehet, hogy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, az a lényeg, hogy mit csinál akkor az ember, hogyha egy nap alatt kell előteremteni egy hatalmas összeget. Én azt gondolom, hogy az isteni segítség, mint olyan, nagyon erősen működik. És volt egy ilyen nagyon érdekes eset, amit most el fogok mesélni. Tehát eljött a határidő, amikor ki kellett volna fizetni egy nagyobb összeget, de nem volt meg ez a pénz. Sőt, hát szinte mondhatnám azt, hogy semennyi. És <laughs> amikor felkeltünk, akkor azt mondtuk, hogy hát, itt vége a dalnak, nincs tovább, nem tudunk tovább menni, mert nincs meg ez az összeg, és hát néhány óra alatt ezt nem lehet előteremteni. És amikor én már úgymond gondolatiságban szinte a végét jártam, és azt mondtam, hogy feladom, és készpont nincs tovább, és vége van az életünknek, megszólalt a telefon. Megszólalt a telefon, és valaki, aki szorosan hozzánk kapcsolódott, tartozott, azt mondta, hogy odadja ezt az összeget. Pontosan annyit, amennyire szükségünk volt. Odadja, annyi volt, hogy el kellett érte menni. Elmentünk, és tovább tudtunk adni. De hát ez valami, tehát ez valami olyan dolog volt, mint egy ilyen égi jel, küldetés, ajándék, egy égi adomány. Tehát amikor az ember már ott van, hogy nincs tovább, és vége, pont, és nem tudjuk, hogy mi lesz, abban a pillanatban megszólalt a telefon, bejelentkezett ez a valaki, és azt mondta, hogy ő szeretne adni egy nagyobb összeget, pont annyit, amennyire szükség van hogy el tudunk-e érte menni. És ennyi. És, és, tovább működött az élet. Tehát ezért mondtam azt, hogy szerintem egyfajta isteni gondviselés nagyon erősen működik, és igazából szerintem eme filmben is nagyon erősen működött, de ez nem volt kimondva. Én kimondom, tehát igazából az, hogy Alker Tamás ennyi idő alatt, egy nap alatt összetudott szedni 20 ezer forintot, és ki tudta fizetni a 28.800 két évre előre, az egy hatalmas ajándék és uh, csoda isteni gondviselés szerintem. Persze jó kérdés, hogy ezek után mi lett a sorsuk, hogy a nő oda költözötte vagy sem, vagy ő egyedül élt emel lakásban, de nyilván, hogy sokkal jobban érezhette magát, mint a, a bérházban, ahol ráadásul egy idős némivel kövesnéni, úgy hívták, igen, kövesnénivel kellett neki élnie, akivel hát nagyon sok volt a gond, és hát mindig zavart, meg mindig ugye bement a szobájába. Hát igen, szóval így nagyon nehéz lehet élni, főleg 40 évesen, mert nagyon sokat kell alkalmazkodni, és szerintem Latinovics Zoltán sem volt olyan, sőt, aki szeretett volna alkalmazkodni, vagy aki képes volt az alkalmazkodásra, de gondolom, hogy alkárt sem nagyon, és itt beszélni kell saját magamról is, mert hát én is egy olyan típus vagyok, hogy önállóan és egyedül sokkal jobban szeretek lenni már, mint, mint mondjuk másokkal egyetemben, vagy akár mondjuk egy lakásban. Tehát nekem nagyon szükségem van a térre, a szabadságra. Arra, hogy önállóan legyek, alkossak, én imádom a csendet, imádok egyedül lenni, nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, mert olyankor érzem azt, hogy totálisan ki tudok teljesedni. Egyébként lehet, hogy Alkár Tamás is szeretett volna kiteljesedni, valamilyen szempontból, vagy sok szempontból, de ugye eme Lakásban és szobában, ami egy nagyon egyszerű kis lakhely volt, ezt nem tudta megtenni. És amikor meglátta ezt a belvárosi lakást, és fölment, és kinyitotta az ablakokat, és kinézett, és körbejárta a szobákat, akkor azt érezte, hogy fú, hát ez nagyon neki való, és hogy ő igazából ide tudja magát elképzelni. Ez nagyon jól átjött. Tehát, ahogy mondtam, nagyon hitelesen játszotta hogy és a Zoltán ezt a főszerepet, mert mert tényleg elhittem azt, hogy ez róla szól. abszolút -e róla szólt, szerintem, ez a történet. Szeretnék annyit megemlíteni, hogy Messzleri Judit is játszottam a filmben, aki a Nem várt vendég című magyar filmben, alkotásban is szerepelt. Nekem rögtön ez a film jutott róla eszembe, amelyben Gábor Miklós volt a főszereplő, és uh, ahol tulajdonképpen az ő elvált feleségét vagy élettársát játszott a Gábor Miklósnak, akivel ugye volt egy közös lányuk, és hát ugye hosszú idő után találkoztak újra. Szerintem a Nem várt vendég című filmet is nagyon fontos lenne megnézni. Erről is készítettem egy két órás vagy másfél órás felvételt, de Nekem, ahogy mondtam, a Nem várt vendég című film jutott eszembe, és amikor megnéztem a stáblistát, hogy meszléri Judit is játszott benne, akkor, akkor rögtön elkezdtem keresni azt, hogy, hogy, melyik, hogy, hogy ki volt ő a filmben, vagyis a legszebb férfi korban, és hát persze megtaláltam. És Ronyec Máriáról is kell beszélni, aki játszotta ugye Alker Tamás egykori feleségét, akitől ugye elvált, és akitől aztán elvitte azokat a bizonyos bútorokat, hogy aztán legyen pénz, hogy kifizesse ezt a lakást. És szerintem Ronyec Máriáról mindenkinek a Linda című filmsorozat jut vagy juthat eszébe, amelyben ugye, hát mondhatjuk azt, hogy ő azért, hát ő is főszerepet alakított és játszott. Legalábbis egy olyan karaktert, aki nagyon-nagyon sokszor feltűnt, főként ugye Linda mellett, és akit Görbe Nóra alakított, és aki nagyon sokszor mellette volt és mellette állt. A film operatőre, zsombolyai János mindenképpen meg kell említeni, és nagyon jó kérdés az, hogy például a legszebb férfi korcímű filmet hányszor tűzték műsorra az elmúlt időszakban. Nekem szerencsém van, mert nagyon sok magyar filmhez hozzájuthatok, lévén, hogy magyar filmes kutató vagyok, plusz azért, mert valamilyen szempontból ez a legfőbb hivatásom, hitvallásom. Nem igazán van olyan nap, hogy ne néznék meg egy-egy magyar filmet, vagy újra nézem azokat, amelyeket már sokszor láttam, úgy, ahogyan ezt az alkotást is. Szerintem ezt a filmet is sokszor le kellene vetíteni, mert olyan történetet mutat be, meg olyan kérdéseket boncolgat, meg olyan káváriát, meg olyan helyzeteket, amelyek nagyon erősen jelen vannak napjainkban is, és ahogyan mondtam, nagyon sajnálom, hogy igazából még ez a fajta jelenség most is él, sőt, azt mondom, hogy egyre erősebben, mert szerintem 2022-re bőven el kellett volna jutni odáig, hogy mindenkinek legyen tisztes megélhetés a lakhatása, de ahogyan látom, ez egyáltalán nem szempont. Nem számít az, hogy ma az emberek hogyan vannak, hogy, hogy tényleg tisztességesen meg tudnak-e élni, és szerintem nem csak a családos embereket kellene támogatni, különféle hitelekkel például, nem csak azokat, akik gyerekeket vállalnak, mert itt vannak olyan emberek is, akiknek nincsenek gyerekeik, és nem is szeretnének gyereket, de hát attól még ők is fontos emberek, szakemberek, és ugyanolyan állampolgárok. És hát támogatni kellene a fiatalokat is, de nem olyan áron, hogy nekik mondjuk mindenképpen gyereket kellene ahhoz szülni, vagy vállalni, hogy mondjuk ők különböző hiteleket vehessenek föl. Nekem ez egy picit úgy tűnik, mintha valamiféle zsarolás lenne. Igen, bújtatottan. Ez egyfajta zsarolás, vagy mondjuk azt, hogy megvásárlás. Tehát szerintem itt tulajdonképpen a mai embereket megvásárolják valamilyen szempontból, ennek nem így kellene működnie. Nem így kellene működnie, és ahogy mondtam, nem mindenki szeretne gyermeket a világra hozni, pláne nem egy olyan országban, egy olyan világban, ahol a megélhetés az most már lassan egyenlő a nullával, és ugye beszélni kell arról, hogy mennyibe kerülnek az élelmiszerárak, hogy itt vagyunk mondjuk 40-50 évesen, és szerintem a mai 40-50 éves emberek között is nagyon sokan vannak, akiknek nincsen saját lakásuk, és alig tudnak megélni, de nem azért, mert rossz emberek lennének, nem azért, mert nincs diplomájuk felkészültségük, szakmai tudásuk, gyakorlatuk és ledolgozott akár hány x évük, évtizedük, hanem azért, mert sajnos ez a rendszer vagy nem rendszer. Én azt gondolom, hogy nagyon hibásan működik, nem a humánumot szolgálják, nem az összefogást. Magyarán itt szerintem már nem lehet arról beszélni, hogy hogy az ember hogyan tud, vagy tudna kiegyensúlyozottan működni, nem itt arról kell beszélni, hogy vannak olyan emberek, akik 10, 20, 30 éve ugyanilyen kálváriát járnak be, amit Latinovics Zoltán, vagyis Alker Tamás bejárt. Csak ő egy nap alatt járta be, mi meg bejártuk, vagy ugyanezt csináljuk mondjuk 20 éve. És azért 20 évig ezt csinálni nagyon embert próbáló. Nagyon embert próbáló, és olyan szinten meg lehet edződni, hogy azt mondom, hogyha mondjuk én 5 évig lettem volna katona, például, ha férfitestből születtem volna, szerintem még akkor sem kaptam volna ennyi kiképzést ez alatt az idő alatt, mint amennyi kiképzést kaphat az ember, vagy kapott az elmúlt 10-20 év alatt. Főleg beszélni kell olyanokról, akik egyedülállóak például, és akiknek nincsen semmilyen anyagi támogatásuk, mert mondjuk a szülőknek sincs miből, vagy ha van is, akkor esetleg nem támogatnak, és nem állnak oda egy-egy oldalra ezek az emberek, és nem dörgölöznek. Magyarán szeretnének tisztességesen a munkájukból megélni, de hát ezt nem lehet kivitelezni. Szóval beszéljünk már arról, hogy hol tartunk, hogy biztos, hogy mi annyira előre előrefele megyünk. Szerintem nem, de hát erről beszéltem már pár héttel ezelőtt is, sőt, hát én erről már 15 éve írók, én 2008-ban is írtam már olyan cikkeket, amelyek erről szólnak, és nem féltem publikálni. Nem féltem publikálni, közzétenni ezeket a cikkeket, hogy hát nézzük már meg azt, hogy hogyan élünk. És hogyan mondtam, én nem gondolom azt, hogy minden embernek gyárakba kellene elmennie, három műszakba dolgozni, mert itt vannak olyan emberek, akik tanultak, akik uh, diplomások, és azért egy diplomás embert, hogyha lehet, akkor ne küldjünk el a gyárakba dolgozni három műszakban, mert ők nem azért tanultak évekig, sok-sok évig, és nem azért fizették a tandíjakat, és nem azért güriztek, hogy utána mondjuk őket elküldjék különböző gyárakba dolgozni. Tehát én ezzel a fajta szemlélettel egyáltalán nem értek egyet. Nem értek egyet azzal, amikor azt mondják, hogy jó, hát ha nincs más, akkor, akkor, akkor csak ez van. Nem igaz, hogy csak ez van. Nincs olyan, hogy csak ez van. Nagyon sokféle más lehetőség van, vagy más lehetőség is van, és akkor beszéljünk a pedagógusokról, ugye, ami egy nagyon-nagyon aktuális téma, hogy a pedagógusok például mennyit keresnek. Na most akkor nekik is mondjuk azt, vagy mondanák azt, hogy hát ha te pedagógusként mondjuk csak 150 ezer forintot viszel haza, akkor mennyi el egy gyárba, három műszakba, aztán szerelgesed a kapcsokat, meg rakosgassad ide-oda. Na de hát ő nem azért tanult. Egyrészt, másrészt pedagógusokra is szükség van. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem, lehet, nem mehet el mindenki a gyárakba dolgozni. Hát azért, mert mondjuk ott 200 ezeret keres havonta, vagy hármat. Na de hát nem mindenkinek ez a hivatása és a hitvallása. Vannak itt más emberek is, vannak itt olyanok is, akik más területeken dolgoznak. Vagy beszéljünk az eladókról például. Vagy beszéljünk más szakemberekről, vagy beszéljünk az újságírókról, az én szakmámról, hogy az én szakmámmal mi van. Hát az én szakmámmal az van, amit mondtam, hogy az ember vagy csókos, vagy nem csókos. És egyébként most jut eszembe, hogy hát ugye ezek a hitelek is, ugye, ez a csók, csók hitel, ugye, amit, amit, szintén utálom, utálom ezt a kifejezést, mert, mert azt érzem, hogy van benne valamiféle ilyen, ilyen cinikusság ebbe a kifejezésbe, hogy csók, hogy vedd föl a csókot. Hát most erre majdnem mondtam valamit. Hogy, hogy, igen, hát a csókosok, ugye, hát tudjuk, tudjuk azt, hogy ők kicsodák, és az én szakmám az dettó ilyen. Ahogyan mondtam, én 14 éves korom óta, vagyis 1994 óta dolgozom eme szakmában, vagyis 28. esztendeje. Nagyon sok mindent láttam, nagyon sok helyen dolgoztam, nagyon sok helyen megfordultam, és igen, az a tapasztalatom, hogy általában azokat az embereket foglalkoztatják, akik csókosok, így is, meg úgy is, és akik pedig igazi hittel, elköteleződéssel, hűséggel élnek, és nem akarnak beállni a sorba, hát ők meg kapargassák, ugye, meg járjanak be egy ilyen, ö, járjanak be egy ilyen kálváriát, amit tulajdonképpen alker Tamás is bejárt. Én azt gondolom, hogy ez a film, ez az 1971-es magyar film a Mának üzen. Tehát mondhatnám azt, hogy Erdős Zoltán, akinek a novellájából készült ez a történet, nagyon erősen előreláthatott, de ugyanakkor Simó Sándor is, aki rendezte ezt a fi filmet, és ugye hát magát a történetet, a novellát filmre alkalmazta, és megírta a forgatókönyvet, tehát ők nagyon tudtak valamit, vagy lehet, hogy sejtették azt, hogy vagy lehet, hogy nem sejtették, nem tudom. Tehát lehet, hogy álmukban nem gondolták azt, hogy 2022-ben is ezek a helyzetek ugyanúgy meglesznek, sőt azt mondom, hogy sokkal rosszabb helyzetek vannak. Sokkal rosszabb helyzetek vannak. Mert az emberek többsége így él. És hiába dolgoznak le 12 órát, vagy akármennyit, de itt ma már nem arról kell beszélni, hogy az emberek 8 órákat dolgoznak. 12 órát dolgoznak, nem tudnak megélni. Hát nem tudnak megélni az emberek. Felnőtt emberekről van szó, nem tinédzserekről, nem kisgyerekekről beszélünk, kislányokról, meg kisfiúkról, hanem felnőtt, 30, 40, 50 éves emberekről kell beszélni, akiknek nincs saját lakásuk, mert nem tudták megalapozni, és nem azért, mert ők annyira rosszak. Nem azért. Hát nem ők a rosszak, mondjuk így. Nem, nem ők a hibásak. Mert egyszerűen erőn felül kell teljesíteni. Hát, ahogy mondtam, nekem volt olyan, hogy nem csak egy helyen dolgoztam, más helyeken is, és <laughs> hát az volt elég. Hát, és akkor azt mondták, hogy hát akkor vállaljak még plusz munkát. Mikor? Éjjel? Tehát akkor tulajdonképpen az ember ne is aludjon? Nem, én azt mondom, hogy tisztességesen ki kellene fizetni azt a pénzt, azt a bért, ami, minden, ami mindenkit megilletne. Ha tisztességesen, ugyanolyan tisztességesen kifizetnék az emberek munkáit, mint amilyen tisztességesen ők dolgoznak, itt semmi probléma nem lenne. Egyrészt, másrészt, hogyha nem lenne az, hogy megengednék azt, hogy ennyire elszálljanak az árak, és hogy mondjuk 30-40 millió legyen már egy tök szimpla lakás vidéken, <laughs> Hát egyszerűen szerintem ez nevetséges, vagy hogy több százezer forint legyen havonta egy albért, albérlet. Mire, hova, miért? Persze mondhatjuk azt, hogy a régebbi kor, korokban, korszakokban sem volt azért annyira könnyű lakáshoz jutni. De hát azért beszéljünk már a szocializmusról, vagy beszéljünk arról, hogy léteztek a tanácsi lakások, és beszéljünk arról, hogy én például nem emlékszem arra, hogy a 80-as években lett volna olyan osztálytársam vagy ismerősünk, aki albérletben lakott volna. Nem, nagyon volt, mert mindenkinek volt saját lakása. Lehet, hogy kellett rá várni, mondjuk a tanácsi lakásokra kellett várni, vagy uh, nyilván, hogy. Uh, azt a fajta pénzt is elő kellett teremteni, de volt rá lehetőség, és nem, nem horribilis összegekről kellett beszélni, nem irrealitásról. Ma egy irreális világban élünk. Egy abszurd világban élünk. Egy olyan világban élünk, ahol szinte már, nem szinte, én azt mondom, hogy lehetetlen, lehetetlen már ezeket az összegeket előteremteni, megalapozni, és én azt mondom, hogy az embernek már nem csak a gatyája megy rá ezekre az ügyekre, hanem mindene, az egészsége, a, az idegzete. Hát tudom azt, hogy mennyien tönkrementek abban, hogy nem tudták kifizetni mondjuk a hiteleket. Rengetegen lettek öngyilkosok például. Nagyon sok fáradt, megkeseredett ember van. Ezért, mert a mindennapos küzdelem az embereket kikészíti. És ahogyan mondtam, itt nem csak arról van szó, ami, ami, ami ugye a filmben megjelenik, hogy, hogy egy napig kell <laughs> ezt a fajta kálváriát bejárni, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy ezt a fajta kálváriát tíz éve járjuk. És lehet, hogy minden nap ugyanezt végig kell csinálni tíz éven keresztül. Na hát ez egy kutyakemény ügy. És olyan felkészültnek kell lenni, hogy valaki a mai világban helytájon, és megmaradjon, és ne hújjon ki, hogy arra nincs szó. Tehát én azt mondom, hogy aki nem felkészült, aki nem egy ilyen, agymester, mondjuk ezt, és uh, tényleg nem egy olyan valaki, aki abszolút -e tudja, hogy hogyan kell túlélni, az, hát nem tudom, nem tudom, hogy uh, hogyan van meg. Mert igen, itt a túlélésről van szó. Itt a túlélésről van szó. Most mondhatjuk azt, hogy Alkert Tamás nem a túlélésért küzdött, mert nem lett volna neki muszáj ezt a lakást uh, megvennie, vagy kibérelnie két évre, maradhatott volna, ugye, Eme szobában, albérleti szobában, vagy lakásban, ahol a néni, a néni mellett, de hát nyilván, hogy 40 évesen ugye nem egy ilyen életre vágyott, és még egyszer mondom, ez a legfontosabb kérdés eme történet kapcsán, hogy jogos, hogy egy 40 éves embernek saját lakása legyen? Hát szerintem jogos. Nyilván, hogy nagyon sokan ezt mondják, de hát a mai világban ugye nem ez a tendencia, és lehet, hogy nagyon sokan azt mondanák, hogy hát nem jogos nem jogos. Hát azok mondanák ezt, akiknek meg kellett volna teremteni azokat a helyzeteket, hogy az embereknek legyen, hol lakniuk, és egy biztonságos, békés, nyugodt környezetben tudjunk élni. De ez nincs. Ez nincs. És hát, ahogyan látjuk, lehet, hogy ez nagyon nem is lesz. Vagy ha lesz, akkor szerintem minden el kell menni. Hát bennem egyre inkább ez fogalmazódik meg, hogy lehet, hogy tényleg le kell lépni innen. Túl sokat vártunk, szerintem. De most jó kérdés, hogy 40 év fölött. Hát mondhatnám azt, hogy azért még 40 év fölött, szerintem újra lehet kezdeni. Nem tudom, hogy ki hogyan gondolja ezt, de igen. Tehát igen, én is azt gondolom, hogy egy idő után lehet, hogy tényleg az lesz a megoldás, hogy az embernek külföldre kell költöznie, mert szerintem itt lehet, hogy egyre rosszabb lesz. Nem tudom, nem akarom felfesteni az ördögöt a falra, de hát látjuk azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Magyarán nincs semmiféle változás számunkra, az emberek számára, a nép számára nincsen semmilyen változás, sőt, hát az a változás, hogy most már annyi pénzből, amennyiből mondjuk még egy évvel be tudtam vásárolni, vagy két évvel ezelőtt, hát nem, hogy nem tudok bevásárolni, most már lassan alig tudok venni valamit. Hát ez a változás. Ez a változás, hogy minél szarabb helyzetbe kerülünk. Bocsánat, hogy ezt a szót kimondtam. Remélem, hogy ez nem annyira vulgáris szó. Hát ennél csúnyában is szoktak beszélni, Sajnos a médiában, amit nem értek, hogy miért engednek meg. Igen, egyre rosszabb helyzetekbe kerülünk, az idő előre haladtával pedig szerintem nagyon sokan azt gondolták, hogy hoh, 2022-re, vagy a 2000-es évekre már itt mondjuk úgy, hogy Kánaán lesz, hát ezt ígérték, ugye? De hát szerintem ezeknek az ígéreteknek soha nem kell hinni. De hát arra gondoltunk, hogy, hogy azért lehet, hogy mégiscsak sokkal jobb helyzetek lesznek, főleg akkor, hogyha az ember tanult, dolgozott, és elért bizonyos eredményeket. De itt ez nem számít, ugye? Tudjuk nagyon jól, hogy nem számít. Nem számít az, hogy milyen eredményeink vannak, hogy mondjuk én is hány helyen dolgoztam, hogy milyen szép önéletrajzom van. Nem, hogy nem számít, sokszor ez még hátrány is. Voltak olyan helyek, munkahelyek, ahol azt mondták, hogy túlképzett vagyok. Hát gondoltuk volna azt például a 80-as években, amikor azt mondták, hogy tanuljunk, tanuljunk, mert akkor leszünk valakik, hogy, hogy az lesz a hátrány, hogy az ember tanult, képzett, sok gyakorlata és tapasztalata van. Túl képzett vagy, nem kell lesz, menj innen. Azokat az embereket szeretik, akik mondjuk azt, hogy se nem látnak, se nem hallanak, akiket lehet irányítani. Engem számtalan helyről küldtek már el azért, mert túl okos voltam, túl képzett voltam. Ó, ilyen önéletrajza. Á, mi nem ilyeneket keresünk. Á, hát mi olyat keresünk, aki <laughs> befogja a száját, és elvégzi azt a munkát, amit rá bíznak. Nem kell ide ilyen önéletrajz minek. Egyébként én azt gondolom, és főleg, hogyha az én szakmámról beszélek, például az újságírásról, vagy a televíziózásról, hogy olyan emberek kellenek, igen, nem a szakmában, sajnos, amit én látok és tapasztalok és tapasztaltam az elmúlt tíz év során, akik irányíthatóak, és pont, akik azt írják le, amit mondanak nekik, és nincs önálló gondolatuk. Mivel nekem rengeteg önálló gondolatom van, ezért én nem vagyok alkalmas ugye, ezekre a feladatokra, hát ezért hoztam létre a saját magazinomat, a saját programomat, mert így legalább azt mondok, amit szeretnék és nagyon szabadon tudok alkotni. És lehet, hogy egy nagyon kemény és hosszú kálváriát jártam be vagy meg, de nem bánom, mert ilyen emberé váltam, és nem adtam el magam, és a hitemet sem adtam el. És éppen ezért van az, hogy nagyon erősen azonosulni tudok ezzel a filmmel, ezzel a történettel, Latinovics Zoltánnal, Alker Tamással, ezzel a helyzettel, szituációval, jelenséggel, kálváriával. Igen, igen. Mert amikor az ember egy ilyen helyzeten végigmegy, akkor szerintem nagyon erősen megedződik. Megedződik, nagyon sok mindent látunk, felnyílik a szemünk, nagyon sok tapasztalatunk van, és ez kell. És persze jó kérdés, hogy mi lesz a vége. Igazából én azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy nem ez számít. Nem az számít, hogy az embernek van-e saját lakása, vagy nincs, hanem az, hogy tudjuk-e vinni ezt a fajta missziót, hát az én esetemben. Én nagyon sok helyen laktam, amit szintén nem bánok, mert nagyon nagy rutinom és tapasztalatom van. Szerintem van olyan rutinom és tapasztalatom, ami nagyon kevés embernek van ma. Mert mert ennyi mindent átélni, ennyi idő alatt, szerintem ez egy nagyon különleges dolog. Tudom azt, hogy vannak olyanok, akik röghöz kötöttek, és 20, 30, 40, 50 évig ugyanott vannak, ugyanott maradnak, ahol az elején. Hát ők ilyen bebetonozott lények. Na, én ezt nem bírom. Tehát, ahogyan mondtam, én szándékosan akartam sokszor ide-oda költözni, menni, utazni, beletenni magam neccesebb helyzetekben, mert meg akartam azt nézni, hogy mire vagyok képes, hogy én ezt létre tudom hozni, és eddig még mindig mindent sikerült megoldani. Mert az ember egy teremtő lény. Hát mondjuk azt, hogy itt is arról kell beszélni, hogy Latinovics Zoltánnak teremtenie kellett. És ő egy nagyon erősen teremtő lény volt mindenféle szempontból, hát a filmben is, de az életben is. Ő nagyon ügyesen tudott teremteni az energetikájával, az elgondolásával, nagyon szépen le tudta idehozni a különféle energiákat, infókat, és egyébként ez a mai napig is hat, és lehet érezni a teremtői energetikáját, és hát ember filmben is azért mondjuk 20 forintot akkor, abban az időben létrehozni, vagy megteremteni, vagy előkaparni ennyi idő alatt, hát azt mondhatnám, hogy ez, ez is egyfajta művészet. De az is egyfajta művészet, hogy az ember a mai világban helytájon. És ahogyan mondtam, szerintem főleg 2008-tól vált nagyon hát embertelenné ez a korszak, én ezt tapasztaltam, és ezért volt az, hogy akkor hoztam létre ezt a magazint, ezt a programot, mert tudtam azt, hogy szükség lesz rá. Tudtam azt, hogy szükség lesz arra, hogy hitet adjak az embereknek, hogy egy másfajta szemléletet, alternatívát mutassak föl, hogy ne álljak be a sorba, hogy ne bulvárt gyártsak, ne álljak oda egyetlen politikai oldalra sem, simán megtehettem volna. Tehát olyan sok helyen dolgoztam, és voltak felkéréseim. Hát, Lehettem volna akár sajtószóvívő is, bármelyik. Nem azt mondom, hogy bármelyik, mondjuk politikus mellett, de lehettem volna például sajtószóvívő is, igen, kaptam ilyen felkérést. Dolgozhattam volna celebek között a Bulvárban, dolgozhattam volna olyan országos csatornáknál, amelyek vagy ezen az oldalon álltak, vagy azon az oldalon álltak. szerepelhettem volna címlapokon, nagyon ismert magazinokban. És például, és sorolhatnám a különféle felkéréseket, sok helyen dolgozhattam volna, műsorvezetőként is, riporterként, újságíróként, de olyan dolgokat kértek, amelyekhez nekem nem volt gyomrom. És azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom, azért, mert én nem akarok ilyen tartalmat adni az embereknek. Én nem akarom őket úgymond mérgezni, én jót akartam adni, szépséget, igazságot, hangsúlyozom igazságot, hitet, olyan gondolatokat, amelyekre szerintem szükség van. Remélem, hogy az elmúlt 755 előadás kapcsán ezt meg tudtam mutatni, és tudtam valamit adni, ami szerintem nagyon más, mint amivel a mai emberek, vagy a mai újságírók foglalkoznak, mert ahogyan látom, sajnos a mai újságírók, a mai televíziós sok, többsége nagyon erősen beállt abba a bizonyos sorba, és egyre többen adják el magukat. Egyre többen állnak be eme sorba, jó pénzért, nézettségért, hírnévért, stb. 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 Engem a hírnév egyáltalán nem, a, nem érdekel, nem akarok pozíciókat, nem akarok bekerülni, nem akarok fölkerülni, semmilyet nem akarok, nem akarok ismert emberré válni, nem akarok haknizni, nem akarok Celebb lenni, nem akarok a képernyőkön szerepelni, nem akarom magam illegetni, billegetni, én ezt akarom csinálni, és ezt is csinálom nagyon régóta úgy, hogy önállóan tartom fent ezt az egészet. És úgy adok, hogy önzetlenül adok, mert nem kell kifizetni ezeket az előadásokat. Senkitől nem kértem egy forintot, se soha, hogy ezeket az előadásokat meghallgassák. Le vannak tiltva, le vannak blokkolva, nincsenek, szabadon áramolnak, mindenki annyit vesz ezekből az energiákból, amennyit akar. És annyiszor, amennyi szer szüksége van rá. Na ez a misszió, ez az igazi hivatás, amikor valaki így dolgozik. És nem úgy, ahogyan ma nagyon sokan. Mert amit mondtam, én látom azt, hogy kik azok, akik átálltak, akik beadták a derekukat, és hát ki is kötöttek olyan helyeken, amelyek irányítottak, na, de ők nem is élhetnek szabadon, ők nem szabadon gondolkodnak. Ők azt mondják el, amit a szájukba adnak. Pénzért, ennyi. Ők nem mondhatják el az önálló véleményüket. Hát én sem nagyon mondhattam el, amikor különböző televíziókban dolgoztam, nem mondhattam el. A különböző helyzetekről kellett tudósítani, de hogyha én mondjuk más gondoltam egy helyzetről, egy szituációról, egy jelenségről, én ezt nem mondhattam el. Hát maximum a kis honlapomra leírtam azt, hogy én igazából mit gondolok, most viszont meg már totálisan szabad ember vagyok, totálisan független, és így élek, így működtetem Ez az egész rendszert. Ez, ez nem kis piskóta, komolyan mondom, tehát ez egy nagyon kemény út volt. Nagyon hosszú utat jártam be. Én 20 éve, vagy hát mondjuk azt, hogy inkább... 15 éve, körülbelül. Nagyon erősen. Ezért a szabadságért küzdök. Különben ezek az előadások nem is jöttek volna létre. Tehát nem születtek volna meg. Úgyhogy igen, valamilyen szempontból mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy Alker Tamás is a szabadságért küzdött. Hogy legyen egy önálló lakása, egy saját tere. Hogy ne kelljen osztozkodni, hogy ne zavarják, hogy önállóan élhessen, és hogy azzal, akit ő szeretett. Hát jó kérdés, hogy ez a hölgy szerette, szerintem nem, de ez csak az én meglátásom. És tényleg nagyon jó kérdés, hogy mondjuk, hogy ezt a történetet folytatni kellene, akkor hogy ez a történet mivé válna. Szerintem mindenki a saját életével folytatja ezt a történetet. Én így, mások meg úgy igen, nekünk is folytatni kell ezt a történetet, akármennyire is nehéz. És lehet, hogy eltelt húsz év, és ez alatt a húsz év alatt lehet, hogy sok mindenben az itteni emberek nem jutottak előre, mert én azt látom, hogy nem igazán sajnos. Persze mindig nagyon jó kérdés, hogy ilyenkor az ember mit csinál, hogy benne marad továbbra, is benne maradunk, eme ügyben, vagy kilépünk, és megpróbáljuk máshol. Én nem gondolnám azt egyébként, hogy, hogy csak itt van lehetőség. Én azt gondolom, hogy ha máshol van lehetőség, akkor tovább kell menni. Szerintem azért annyira ne legyünk mártírok. Vannak olyanok, igen, akik, hogy minden áron ragaszkodnak ezekhez a helyzetekhez, és, és, nem mozdulnak előre. Nem tudom, hogy ez jó szemlélete, hogy, hogy az embereket meddig lehet még kihasználni. Hát azt látjuk, hogy a végtelenségig, igen, a végtelenségig ki lehet használni. Ugye eme történetben az is kiderült, hogy Alkert Tamásnak nem voltak olyan jó anyagi körülményei, nyilván azért is, mert elvált, és hogy azt a lakást, amiben laktak, ott hagyta, és újságíróként, üzemi újságíróként dolgozott, és hát gondolom, hogy nem is keresett olyan túl jól. És sokszor a szemére vetik azt, hogy de hát ennyi idő alatt, hogy, hogy nem tudta megalapozni azt, hogy neki legyen egy saját lakása. Nagyon sokféle dolgot ajánlottak fel számára, hát a vállalat nem segített neki, ezért kénytelen volt valahogyan összekaparni ezt az összeget, de, ahogy mondtam, szerintem ez a napjainkban is ugyanígy megvan. Tehát ilyen filmet minden nap le lehetne forgatni, szerintem. Jó kérdés, hogy hány ilyen film születne? Szerintem több ezer. De lehet, hogy keveset mondtam. Hogyha most mindenkinek az életét ugyanígy bemutatnánk, szerintem több ezer ilyen film is születne, ami ugyanerről szólna. Ugyanerről a történetről. Csak nem Latinovics Zoltán lenne a főszereplő, hanem mindenki tulajdonképpen a saját maga főszereplője a saját maga történetének, amelyek szerintem nagyon nem fényesek. Tehát itt nem lehet arról beszélni, hogy olyan hú, de nagy jólét lenne. Én azt érzem, hogy energetikai elszívás van, az emberek tengődnek, alig élnek meg, és mindenhogyan nagyon el vannak nyomva, nagyon sokan már nem gondolkodnak, tényleg csak kiszolgálják, úgymond ezt a rendszert, termelnek, befizetik a, az adót, a csekkeket, és pont. Magyarán mondhatnám azt is, hogy valamilyen szempontból az emberek közül nagyon sokan droidok, lehet, hogy már nagyon érezni sem éreznek, mert már arra sincs erejük. Hát azt is látjuk, hogy az Zoltán, vagyis Alker Tamás is totálisan kikészült a végére, és lehet, hogy ezért gondolta azt, hogy akkor ő fejen áll. Igen, szerintem mi is fejen állunk. <laughs> Mondhatnám azt is, hogy igen, ennyi húzavona után az embernek igazából már nincs is máshoz kedve, csak ahhoz, hogy fejen álljon. Feje tetejére állt az egész világ, de úgy tűnik, hogy ezt ők már akkor is tudták, vagy sejtették, hogy ez egy ilyenfajta mechanizmus lesz, hogy minden a feje tetejére fog állni, úgy, ahogyan Latrimics Zoltán is a film végén. Persze jó kérdés, hogy ezek után mi van. Jó kérdés az, hogy ezt a fajta történetet, jelenséget vissza lehet -e fordítani, vagy ha nem, vagy nem itt, akkor hol máshol. Hogy az embernek hova kell ahhoz elmennie, vándorolnia, hogy egy biztonságosabb nyugodt és tisztességes becsületes életet tudjon kialakítani, ahol nem csak az van, hogy mindig én adok, hanem az van vagy az is van, hogy az embereket megbecsülik, tehát ahol kölcsönös ez a viszony. Én azt érzem, hogy Magyarországon nincsenek kölcsönös viszonyok. Én azt érzem, hogy Magyarországon élni olyan, mint egy rossz egyoldalú kapcsolatban, de én ezt már 15 éve érzem így. 15 éve érzem azt, hogy ez olyan, mint egy rossz egyoldalú kapcsolat, hogy mindig csak én adok, 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 tőlem meg mindig csak elvesznek, vagy nem adják vissza azt az energetikai mennyiséget, amiből, a, amiből az ember élni tudna. Na hát nem gondoltam volna, hogy ez a téma ilyen érzelmeket fog kiváltani belőlem, illetve lehet, hogy valamilyen szempontból sejtettem. De szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk a napi aktualitásokról, és ne csak arról, amit mondjuk a mai média bemutat, mert a mai média nem azt mutatja be, ami valójában van. Ahogy én mondtam, én tanultam szociológiát, egyrészt, másrészt, rengeteg helyen forgattam, több ezer interjút készítettem az elmúlt húsz év alatt, jártam peremvidékeken, nagyon nehéz sorsú helyeken, körülményeken, akik a körülményekben, és olyan emberekkel találkoztam, akik tényleg nagyon mély szegénységben éltek, élnek. De szerintem most már mondhatnám azt is, hogy nem kell ehhez peremvidékre ellátogatni, mert lehet, hogy elég, hogyha bemegyek bármilyen városba, vagy a falvakba, teljesen mindegy, hogy hova, én azt látom, hogy az emberek nagyon nehezen vannak, mert nagyon sokba kerül a lakhatás, az élelmiszer, magyarán az alapdolgok amelyekért lehet, hogy annó éppen, hogy csak alig kellett fizetni, hiszen tudjuk azt, hogy a 60-as években is, és főleg beszélni kell a bányászvárosokról, hogy mennyire csodálatos volt a megélhetés, mindenkinek volt tisztességes munkája, és nem a lakatásra és az élelemre költötték el a fizetés legnagyobb részét. Tehát mondhatnám azt is, hogy a 60-as, 70-es évekbeli, és még a 80-as évekbeli emberek, köztük én is, mert én is éltem már a 80-as években, sokkal-sokkal jobb anyagi helyzetben éltek, mint napjainkban, pedig azóta eltelt nem kevés idő, egyrészt, másrészt volt biztonság, béke, harmónia, kiegyezés, összefogás. Hát jó kérdés, hogy, va, hogy ma van-e, szerintem nem igazán, és jó kérdés az, hogy eme filmben beszélni kell-e összefogásról, vagy sem, azt látjuk, hogy alkártamásnak sokan segítettek, de sokan nem. Hát Pont azok nem segítettek, akik tudtak volna, és akiknek meg kis pénzük volt, azok odatták az utolsó ezresüket is például, hogy meg tudja venni ezt a lakást, illetve hogy ki tudja bérelni. Tehát már itt is megmutatkozik az, hogy a kis emberek segítettek, a nagyok nem segítettek, vagy nem akartak, vagy nem igazán, és ítélkeztek, mert szerintem az ítélkezés is, mint olyan, nagyon erősen itt megjelenik, egyrészt. Másrészt pedig ugye még a bútort is el kellett adni ahhoz, hogy az ember, vagyis ő valahogyan boldogulni tudjon. Ez napjainkban is így van. Na most eszembe jutott még egy valami, amiről még fogok beszélni, ez pedig nem más, mint az, hogy meg kell nézni, hogy a különféle apró hirdetésekben az emberek miket hirdetnek. Az utolsó ruhadarabjaikat, a cipőjüket, a ruhájukat, a különböző kiegészítő eszközöket, mert ennyire nincs pénz, és tudom azt, hogy az emberek azért adják el az utolsó ruhadarabjaikat is. Vagy lehet, hogy nem az utolsó, de olyan tárgyakat, kiegészítőket, amelyekre nincs szükség, mert ennivalót kell venni. Mert ennivalót kell venni. 40-50 éves emberek itt tartanak? Hogy? El kell adni azért egy cipőt, egy ruhát, egy könyvet, egy DVD-t, vagy bármit. Mindent ki kell árusítani azért, hogy az emberek ennivalót tudjanak venni, vagy ki tudják fizetni a csekkeket vagy az albérletet. És hogyha most valaki azt mondja, hogy jó, hát ez nem így van, az kezdjen el kutatni, jó? És nézze meg a valóságot, hogy, hogy mi van. Nézzék meg azt, hogy, hogy, a különböző hirdető felületeken, az apró hirdetésekben, az interneten, hogy miket adnak el az emberek. Hát nem jó kedvükből adják el a cipőjüket. Nem jó kedvükből. Meg bármit, amit esetleg kaptak, vagy amihez hozzájutottak vagy amit örököltek, stb. stb. nem jó kedvükből adják el. Azért adják el, mert ennivalót kell venni, mert ki kell fizetni ezeket a költségeket. Ezért, és ezért van az, hogy szerintem mondhatjuk azt, hogy tíz éve mi így élünk. Hát, és azok az emberek is így élnek, akik dolgoznak. Hát azok is, mert egy fizetésből nem lehet megélni. Hát maximum annyiban lehet, hogy, hogy, ki lehet valahogyan fizetni nyögvenyelősen az albérleti árakat, vagy a lakhatást. Nem mindenki van úgymond csókos helyzetben, és nem is mindenki akar csókos lenni, hát hogyha <laughs> már ezt a szót, vagy fogalmat, vagy elnevezést használjuk. Mert nem mindenki ilyen, és nem mindenki adja el még a akármiét, vagy az akárkiét, és azért, hogy előre jusson, mert Azért én azt látom, hogy azért még nagyon sok emberben marad gerinc. Bizonyám. És ő nekik biztos, hogy százszor nehezebb, és biztos vagyok benne, hogy ők nagyon hasonló kálváriát járnak be, amelyet Alker Tamás a legszebb férfikor című filmben, de nem egy napig, sok napig, évekig, évtizedekig. Mert idáig jutottunk, mert 2022 van, és a béka hátsó fele alatt tartunk. Nem elől vagyunk, leghátul vagyunk. <laughs> és ha valaki ezt nem látja, akkor nagyon sajnálom, akkor ő nem akarja látni a valóságot, meg az igazságot, vagy azt mondom, hogy ő csak a saját maga problémájával foglalkozik, de nem foglalkozik azzal, hogy mi van a másikkal, a harmadikkal, meg úgy egyáltalán mi van az emberekkel. Hát persze, így könnyű, így könnyű, de ha én kinyitom a szememet, és gondolkodom, és látok, és interjúkat készítek, és figyelek, és tájékozodom, akkor látom az igazságot. Akkor látom, látnom kell az igazságot. Hát mondhatnám azt is, hogy ennyi volt eme filmelemzés, ami nem is filmelemzés volt, hanem valamiféle ilyen társadalmi összkép, mondhatnám ezt is, Egyébként nagyon jó kérdés az, hogy miért az a címe eme a filmnek, hogy a legszebb kor? hiszen mondhatnám azt is, hogy hát nem pont a legszebb éveket, helyzeteket mutatják be eme történet által, lehet, hogy pont ezért. Mondjuk a 40 év az valóban nagyon szép, és mondhatnám azt is, hogy Latinom és Zoltán valóban a legszebb férfi volt, hát számomra biztosan, hogy a legszebb kor, vagy korszakban élhetette, ez a nagyon jó kérdés, de lehet, hogyha összehasonlítanánk a 60-as, 70-es és a 80-as éveket napjainkkal, akkor azt mondanám, hogy azt kellene mondani, hogy sokkal szebb korszakok voltak azok, mint a mostaniak. Hát a 80-as évek ezerszer szebb korszak volt, mint a mai, és sajnálom azt, hogy ilyen helyzeteket kellett átélni, lehet, hogy ezeket valahogyan kamatoztatni kell, meg kell edződni, és mindenképpen valahogyan változtatni kell, mert én nem gondolom azt, hogy hogy jogos az, hogy 40-50 éves emberek tengődnek, és így vannak, és olyanok, akik szakemberek, akik becsületesek, akik nagyon sokat tettek már azért, hogy itt valami, valo, valami előre mozduljon. Lehet, hogy ennek a filmnek azért az a címe, hogy a legszebb férfikor, mert hogy Zoltán és mondjuk azt, hogy Alker Tamás is a legszebb férfi korban volt valóban. Én is nagyon vártam már azt, hogy 40 éves legyek. Nagyon-nagyon vártam. Én számoltam úgymond a napokat, az órákat, és aztán a perceket, és nagyon örültem annak, hogy kimondhattam azt, hogy most már hivatalosan is 40 vagyok, bár azóta eltelt még pár év, de igen, nagyon vártam. És igen, a 40-es az tényleg egy nagyon szép kor. Persze jó kérdés, hogy az ember mit néz, hogy hogy hova jutott vagy sem. Sok mindenben én mondjuk előre jutottam, gondolkodásban, szakmailag, de vannak olyan helyzetek, amelyekben nem. Persze jó kérdés, hogy az ember számára mi az, ami, ami fontos és ami számít. Az biztos, hogy Magyarországon, ha az ember nem csókos, nem jut előre, hanem dörgölőzik. Ha nem húz ide vagy oda, akkor lehet, hogy húsz év múlva is ugyanígy ilyen körülmények között fogunk élni és tengödni. Sőt, mondok még valamit, lehet, hogy húsz év múlva, vagy húsz éven belül már az ennivalót sem fogjuk tudni kifizetni. És ahogy mondtam, ez nem fog attól számítani, hogy kinek milyen végzettsége van. Hogy szakmailag ki mit tud. Nem fog számítani ez. Úgyhogy kinek milyen díjai vannak, vagy elismerései, hogy én mennyire vagyok jó szakember vagy sem, ez, ez valami teljesen más dologtól számít. Vagy teljesen más dolgok a mérvadóak. Sajnos. De ahogyan mondtam, aki ezt nem tudja megtenni, szerintem az elmegy innen. Tehát az ember vagy elfogadja keserűen, hogy ez van, vagy változtat, de szerintem változtatni itt nem nagyon lehet. Nekem ez a meglátásom, ez a tapasztalatom, és azt mondom, hogy ez az elmúlt 10-12 év kapcsán így van, én ezt látom, persze beszélhetünk a korábbi időszakokról is, én 2008-ban is már hasonló jellegű témákkal foglalkoztam, mert már akkor láttam az igazságtalanságot, és azt, hogy az emberek mennyivel nehezebben élnek, mint annó. Jó kérdés, hogy mi lesz 20 éven belül hogy megmaradunk-e, hogy az embernek mennyit kell küzdenie a túlélésért. Mert az emberek szerintem a túlélésért küzdenek nagyon régóta, és ebbe bele lehet fáradni. És a fejünk tetejére is állhatunk, úgy, ahogyan Latin vagy Zoltán a film végén. Persze szerintem nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás, változtatni kell. Jó kérdés, hogy hogyan. Hát legyen ez a következő terv és feladat. Ez volt a 756. Adás önzetlenül, és lesz folytatás, mert én viszem tovább ezt a missziót, még akkor is a nagyon nehéz. Ha nagyon nehéz előteremteni azokat a feltételeket, amelyek által az ember megmarad. Mert itt valamilyen szempontból szerintem a megmaradásról van szó, hogy hogyan maradunk meg, hogyan élünk tovább, hogy hogyan vészeljük át ezeket a korszakokat. Én azt hittem, hogy lesz egyfajta váltás, megoldás. Hát most már én is belátom azt, hogy lehet, hogy itt teljesen felesleges próbálkozni, és lehet, hogy ezeket a gondolatokat, energiákat el kell vinni valahova máshova. Mert lehet, hogy máshol jobban megbecsülik őket, nem tudom. Majd meglátjuk, ez a jövő zenéje. De az biztos szerintem, hogy nagyon erősen el kell gondolkodni azon, hogy hogyan éltünk, vagy élünk, és hogy az elmúlt húsz év, vagy tizenöt év mivel telt, hogyan alakult, és hogy vajon kölcsönöse az a viszony, ami itt él, eme országban, hogy szeretnek-e bennünket itt, vagy sem. Mert azt gondolom, hogy ahol nem szeretnek, és ahol nem kölcsönös a viszony, és ahol az embert csak kihasználják, onnan tovább kell állni. Legyen ez egy kapcsolat, interakció, párkapcsolat, bármilyen ügy. Vagy legyen ez egy globális helyzet. Vagy bármilyen olyan helyzet, amiben az ember azt érzi, hogy megalázzák, vagy. Nagyon sok megalázó helyzetet kell átélni. Jó kérdés, hogy itt latin, vagy Zoltán vagy Alkert Tamás átélte megalázó helyzeteket? Szerintem igen. Hiszen újságíró létére kuncsorognia kellett, és olyan helyzeteken kellett keresztül mennie, amelyek szerintem megalázók voltak, és ezek, ezek érződtek. Tehát nagyon jól alakította ezt a szerepet. Én sokszor sajnáltam, úgymond, őt, és Mellé álltam volna, de én ezt már nagyon sokszor elmondtam, de itt most a szerepet vizsgálom, hogy igen, nagyon sokat kellett neki küzdenie azért, és nagyon sok megalázó helyzete végigmenni azért, hogy ezt a pénzt előteremtse, de végül is sikerült. Mert ilyen teremtői energiái voltak. És szerintem nekünk is, mert különben ezt az elmúlt időszakot nem tudtuk volna végigcsinálni. Jó lenne, hogyha most már az emberek meg tudnának pihenni, hogyha ez az éra kivirágozna, ha könnyedebb helyzetek lennének. Ahogyan mondtam, jó kérdés, hogy ezt itt tudjuk megalapozni, vagy valahol teljesen máshol. Én egyre inkább azt érzem, hogy máshol. Hát térjünk majd vissza erre mondjuk néhány év múlva, hogy akkor hol leszünk, hogy mit csinálunk, hogy tudunk-e még beszélni, hogy mi lesz velünk. Én azt gondolom, hogy ez nem mindig csak tőlünk függ, de az függ tőlünk, hogy mennyi hitünk van, hogy mennyire vagyunk felvértezve, hogy mennyire vagyunk álhatatosak, hogy kitartóak. A kitartás nagyon fontos szerintem a mai világban. Igen, én azt gondolom, hogy a kitartás, a hit elengedhetetlen. Én ezt a fajta utat, próbálom segíteni ezekkel a felvételekkel, a gondolataimmal, a hangokkal és az odafigyelésemmel. Mert engem valóban érdekel az, hogy mi van az emberekkel. Ezért kutattam, ezért készítettem meg annyi interjút, és mutattam be különböző sorsokat, mert a lelkiség az, ami nagyon fontos. És szerintem eme film kapcsán is erről kell beszélni. Alker Tamás és Latinovics Zoltán lelkisége csodálatos volt. Egy olyan emberről kell beszélni, aki nagyon állhatatos volt, és küzdőképes, akiben volt hit. Latinovics Zoltánban volt hit. Nagyon erősen. Nagyon erős hitrendszert működtetett, de akár Tamásban is volt. Ezért mondtam azt, hogy nagyon illet hozzá ez a szerep. Nagyon-nagyon tényleg olyan volt, mint hogyha valamilyen szempontból, mint hogyha önmagát jelenítette volna meg. Igen, én úgy érzem, hogy abszolút te hiteles volt. Jó látni, jó volt őt így látni, újra és újra. És a fejléceken is most ő fog szerepelni. Az adományozók nevét természetesen ki fogjuk írni. Köszönjük, hogy ezeket a fotókat átadták örülök neki, hogy Latinovics Zoltán arcképe, portréja jelenhet meg a felvételemen. Büszke is vagyok rá mindenképpen, és nagyon sokat szeretnék még beszélni róla. Nem csak a film szerepeiről, az alakításairól, hanem az ő lelkéről. Mert szerintem nagyon hasonló lelkivilágú lehetett, mint az a lény, az a karakter, aki tulajdonképpen Alkert Tamás néven jelent meg a legszebb férfikor című 1971-es magyar filmben. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy magyar filmben, mert a magyar filmművészet a legcsodálatosabb. És szerintem ez a film is. Nagyon egyedi. Bújtor István is játszott benne, aki ugye Latinovics Zoltán féltestvére volt. Őt is meg kell említeni, nagyon jó képű volt Bújtor István. Érdemes figyelni az ő játékukat, ugye hát ők több filmben is játszottak együtt. Nagyon kiegészítették egymást, és én azt gondolom, hogy talán félszavakból is megértették a másikat. Úgyhogy ez egy nagyon komplex kis film, nagyon sok minden van benne. Órákig lehetne róla beszélni. Hát másfél órán keresztül biztosan tudtam, de ami a legfontosabb, hogy a mai társadalmi helyzeteket vizsgáljuk, és azt, hogy mi a megoldás. Hogy hogyan tudnánk egyről a kettőre jutni, és hogy hogyan kellene foglalkozni a többi emberrel, azokkal, akiknek nagyon nehéz a sorsuk. Mert én azt látom, az a tapasztalatom, hogy, hogy egyre nehezebb sorsokról kell beszélni, és egyre több ilyen emberről, ami szerintem végtelenül szomorú. Nem így kellene így lenni. Nem ideig kellett volna eljutni 2022-re. Gondolom, hogy ezzel most nagyon sokan egyet értenek. Kár, hogy aktuális ez a film. Bár ne így lenne. De mindenképpen tükör és tanulság, és tanulságokra pedig szükségünk van azért, hogy valamit máshogyan csináljunk. És hogy ha valahol nem becsülnek meg, ahol nincs szeretet, tisztesség, akkor onnan szerintem föl kell állni. Ne adjuk el magunkat, hanem nem muszáj. Ne adjuk el magunkat olyanoknak, akiknek mi nem számítunk. Mert nem számítunk. Én erre jöttem rá az elmúlt időszak kapcsán, és kellett ehhez a 40 év, vagy több mint 40 év, Mondhatnám azt is, hogy én is a legszebb, egyik legszebb korban, korszakban élek. A 40-es időszak az tényleg valóban csodálatos lehet, akkor, hogyha az ember mondjuk azt, hogy lát, és felkészült, és végigment egy ilyen hosszú úton, lehet, hogy nehéz volt, és lehet, hogy ilyen szempontból mégsem csodálatos de rátalálni az önazonosságra, és ezt kialakítani szerintem az egy nagyon fantasztikus és egyedi dolog. Lehet, hogy Alker Tamásnak is nagyon sokat kellett küzdeni azért, hogy megszerezze ezt az összeget, és legyen két évre egy nagyon szép lakása, de én azt gondolom, hogy jelenfejlődésben és önazonosságban biztosan előre jutott. Tehát valószínű, hogy ezt is kell nézni hogy eme nehézségek által az ember hova tud jutni, és hogy a személyisége mivé válhat. Remélem, hogy én nagyon sokat tudtam alakítani, formálni a személyiségemen, és hogy olyan témákkal, területekkel foglalkozom, vagy kezdtem el foglalkozni, amelyek nagyon sok emberről szólnak, amelyek a humánumot mutatják meg. Lehet, hogyha nem megyek keresztül én is ilyen kálváriákon, akkor most lehet, hogy azt nem mondom, hogy a bulvárral foglalkoznék, mert ez engem soha nem érdekel, de lehet, hogy ennyire mélyen nem nyúltam volna bele a témákba. Mert az ember akkor szerintem nem annyira érzékeny. Az érzékenyítés szerintem nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez a film valamilyen szempontból ezt is mutatta meg hogy legyünk érzékenyek egymás sorsára, nehézségére, és valahogyan próbáljunk meg segíteni. Az biztos, hogy azokat az embereket nem nagyon szeretik, akik nagyon jól látnak, akik az igazságért küzdenek, és akik ezeket a, a, az igazságokat mondjuk ki is mondják. Hát nyilván, hogy nem ezeket az előadásokat fogják támogatni. Mondjuk így, vagy nem ezeket, a, nem ezeket a gondolatokat, bár jó kérdés, hogy ki az, aki igen, és ki az, aki nem. Mert nekem az a tapasztalatom a visszajelzések által, hogy nagyon sok embernek van szüksége pont ezekre a gondolatokra. Tehát én az emberekért dolgozom, és nem azért, amit mondtam, hogy beálljak egy bizonyos sorba, és kiszolgáljak különféle hatalmi rendszereket. Szerintem a hatalom a népé, a szereteté, az igazságé, és ezt az oldalt kell szolgálni. Hát én így működöm elég régóta, és azt gondolom, hogy ez mindig így lesz. Tehát, hogyha húsz év múlva találkozunk, vagy pár év múlva, vagy még pár év múlva is tudok majd beszélni, szerintem akkor is így lesz, vagy lehet, hogy egyre erősebben. Hiszen tudjuk, ez a legszebb kor.